Sziasztok, itt Davy. Ugye január 30-án jelenik meg a Discipline című albumunk. Február 13-án lesz az album bemutató a Dürerkertben. De már megjelent két dal. Ezekről szeretnék most nektek beszélni. Alapvetően a gitártechnikám az szerintem jóformán nem létező. Lényegében ez az album úgy rúgy, mint az előző, a Modern Love, két hangolásban van, az egyik az egy standard, ez a cis standard, vagyis a cis-re van hangolva a legmélyebb húr, és ahhoz standardbe az összes többi húr, vagy le van ejtve drop hára. Ugye ez azt jelenti, hogy ezt a legvastagabb húrt, ami cis-be van, azt lehangolom egy egész hanggal. Na most nézzük meg egy kicsit mélyebben ezt a két dalt. Így néz ki a nyitó riff maga. Okay, és ez a riff, ami végig megy igazából. Így. Rálépek az oktáv erre. Ezt szoktam használni, sima oktáv le föl, plusz az alaphang. Igazából. És ezt a bejelezem. Tell your children to be brave. Oké, és mindig ez a válasz rá. Jó, tehát ezt az oktáver dolgot ezt rengeteget használom. Ugye két személyes a zenekar, nincs basszus gitár, úgyhogy muszáj mélyeket hozni. Erre az oktáver a legjobb, a legcélszerűbb nekem legalábbis. És egy T. És egy H. Ide, ezt is érteni fogjátok valószínűleg. Ha nem, akkor írjatok kommentbe, és akkor majd igyekszem megválaszolni. Bocs, ez az első videó, amit így csinálok, úgyhogy nem vagyok még hozzászokva. A refén az meg igazából megint csak két kvint. Vissza ugye az alapriffbe. Nagyon egyszerű a dal. Élvezett játszani ettől, ennek köszönhetően. A pedálokon való lépködés igazából, ami egyetlen nehézséget adja neki, de hogy jó ilyen kraftos, döngölős dolgot játszani. Túl nagy megfejtés nálam sincsen. A Discipline című dal volt az, amit talán az elsők között írtunk meg annó a lemezre. Tehát ez a Dávidnak egy régebbi riffje volt, amit egyszer csak lehozott milyen jam jelleggel, hogy akkor ezzel csináljunk valamit. A verzét kívül meg is volt elsőre. Az egész, valahogy adta magát. Ami nem volt meg, és amin egy csomót vitáztunk, hogy hogy legyen, azok az ilyen kis beszurkálós verzék, ugye a Mother, meg a Children, meg ezek. És ott a Dávid nagyon sokáig nem szerette ezt a lyukas témát. Ez olyan túl jazzes volt neki, meg olyan nem illet oda. Aztán végül nem is tudom, hogy ez egy beszélgetés volt-e, vagy nem, de egyszer csak így ez maradt. Ami egy érdekesebb téma ebben a dalban, az a verzéknek a harmadik köre. Nem hangzik nehéznek, de jó lejátszani tök nehéz. A másik dal, ugye Nothing Seems to Change, ez a pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa, ami most jelent meg, ugyanebben a hangolásban van. A lényegében a dal az egy H kvint. Ez a kvint, tehát hogyha le vagyok hangolva ugye, akkor alaphang kvint, 6-os, 7-es, és akkor amikor nyitom a dalt, akkor 6-os, és akkor mindig ez van, amikor megy a verze, akkor irányok egy ilyet, ennyi. A refrén meg az a pa 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 pa. Tulajdonképpen csak fogom hozzá még egy pa 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 pa. Oké. Talán ezt többeteknek be is ugrott, amikor először meghallgattátok, hogy a nyitó dob téma az szinte tökéletesen azonos a Sweet Barroom Blitzével. Ez
abszolút nem tudatos, hogy ilyesmi. Konkrétan itt azt történt, hogy Dávid lehozta, hogy a fő riffet, ami egy baromi régi témája volt, nem tudom, 7-8 éves. Régi, ja. Kb. 7-8 éves riff. És nekem elsőre nem ez a pergőzés jött rá, hanem valamilyen teljesen rendjeles, hogy tukták, ilyen pánkos dob téma jött rá, ilyen hi-hat-es valami. De a Dávid így mondta, hogy ezt a pergőzés ezt nagyon szeretné, és amikor először kipróbáltam, mondom, de hát Dávid, ez egy sweet téma. És így, kit érdekel. Pa-pa-pa refrénnél van egy ilyen kis pici kis íz benne, hogy a ugye tuk-tuk-tak-tuk-tuk-tak-tada dinamikát valahogy kihangsúlyozom egy ilyen lábszínnyitással. Igazából ez egy halálértektelen dob téma. Jó van. Reméljük, hogy tetszettek ez a kis zeneibb, technológiaibb dolog. Már megpróbálkoztunk ezzel korábban is, még azt hiszem a második, harmadik vlog környékén, de akkor inkább a felszerelésükre koncentráltunk, most meg elkezdtünk így a dalokba belemászni. Úgyhogy most kifejezetten fontos lenne, hogy jelezzétek kommentben bármilyen platformon, hogy ez így nektek oké-e, meg érdekes-e, mit csinálunk rosszul, mit csinálunk jól. Na, de mindezeknél sokkal-sokkal fontosabb, hogy február 13-án a Dürer kert középső termében lesz a Discipline című lemezünknek a bemutató koncertje, ahol a Niche és az Antares zenekarok fognak előttünk zenélni, mind a ketten rettenetesen jók. Csak úgy, mint az új lemez. Na, szerintem ezt összevagdosom akkor.